sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szabnocsik Miklósnak hívnak. Hát szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Nem vagyunk elégedettek? Nem. És mi baj van a világ haladásával? Mondjuk az irányunk például. Az irányával van gond? Rossz irányban. Rossz irányban halad? Szomorúak, bánatosak az emberek. Szomorúak, bánatosak az emberek? Sok a gonoszság. Sok a gonoszság? Irítség, rossz indulat. Türelmetlenség. Szeretetlenség. Elnyomás. Tehát akkor van bőven gond. Igen. És mi várható, hogyha erre halad tovább a világ? Mi? Hogy mondod? Mondjál valamit. Ja, hát eddig beszéltem, csak most elhallgattam, hogy mondjál. Jó. Oké, rendben, szia. Nem sistereg meg. Jó, most oké, rendben. De azt mondja, szünetben miért picit kéne igazítani rajta vagy. Hát most próbáltam. Több dolgot is tekergetem. Na szóval lényeg az, hogy nem vagyunk az elégedettek azzal, és mi várható, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ szerinted? Néhé. Köszönöm. Megsemmisülés. Jön a világ vége. Jön a világ vége? Bármi jön az emlékségbe szólják. Jönnek a katasztrófák, a környezeti hatások. Katasztrófák? Igen. Hogy beszéljünk erről egy kicsit, jó? Ha már így felveszted. Ugye én a 90-es évek végétől figyelgettem, hogy hol vannak katasztrofák a bolygón, és amikor katasztrofák történnek, akkor ugye, bár mostanában ezzel a kérdéssel nem igazán foglalkozok, mert a médiát nem nagyon figyelem, úgyhogy mostani dolgokról már annyira nincs értesülésem, de amikor ezt figyeltem, ezt a témát, akkor mindig arra jöttem rá, hogy mindig azokon a területeken vannak katasztrofák, ahol az emberek nem jól, nem helyesen gondolkodnak. Tehát ahol tömegesen, nem helyesen, nem jól gondolkodnak az emberek. Voltunk még annak idején többször Olaszország ugye azon részén, ahol ugye a Vazúv van, és ahol megnéztük, ahol ugye milyen következménye volt annak a római kori időszakban, amikor kitört a Vazúv. És ugye két olyan település van, amit így betemetett gyakorlatilag a hamu. És ugye mind a két helyen voltunk, megnéztük, és ugye nem egyszer voltunk, mert ugye különböző társasággal voltunk, de mindig PPH-s társasággal. És ugye másodszor, amikor voltunk, pont ebben voltunk, és a Vazúv fölül jött ilyen totál elsötétedés. És utána olyan vihar volt, tehát olyan volt, mintha így modellezte volna nekünk azt a helyzetet, amikor lehetett maga az az esemény. Nyilván azért az eső az nem olyan, mint akkor volt. De a lényeg az, hogy egy kicsit ugye átéltük azt a fajta dolgot. Na most ugye amikor az ember jobban utána néz annak, hogy voltak akkor például pont ebben az emberek, akkor igazából az erkölcstelenség az hát eléggé magas szinten működött a városban, és ugye ott jártunk-keltünk az utcákon, és tel is tele volt kocsmákkal. Tehát ami azt jelenti, hogy rengeteg kocsma volt, tehát gyakorlatilag kicsit ahhoz hasonlított a működés, talán még erkölcstelenebb szinten, mint amivel most alakul a világ. És gyakorlatilag ott azok
haltak meg, akik, akiknek esélyük se volt arra, hogy változzon. Nem azért, mert hogy meghaltak, hanem ők maguk nem akartak változni. És valahogy azok megúszták az egészet, mert éppen nem voltak jelen, akiknek volt esély arra, hogy változzanak. És ugye utána még jobban figyelgettem, amikor ugye Pompejben voltunk, azután még jobban figyelgettem ilyen katasztrófás dolgokat, és van egy olyan film, hogy Home, az a címe, Otthonunk, ez egy ilyen kétrészes film, egy órás, azt hiszem, ha jól emlékszem, a weboldalunkon is fent van, és ugye ezt egy elnök jelölt csinálta, még akkor nem volt elnök jelölt, utána lett elnök jelölt, amerikai elnök jelölt csinálta ezt a filmet, és ugye abban egész jól szemlélteti, hogy a világban mik vannak, és akkor beszélt, a filmben még megnézed, beszélt egy szigetről, mindig ezt a kettőt keverem, ezt a Tahitit meg Haitit, ennyire hasonló. Melyikben volt utána, van olyan még egy jó pár évvel ezelőtt a Haitin, egy nagy földrengés, ahol rengetegen meghaltak, és rengeteg árva gyerek maradt. És ebben az Otthonunk című videóban leírták, vagyis hát ugye a film egy része arról szól, hogy ezen a szigeten hogy lepusztították az emberek magát a szigetet, hogy tönkretették a szigetet. Na most, ha az emberek tönkretesznek valamit, akkor az, hát kik tesznek tönkre alapvetően dolgokat, meg fognak lepődni azok, akik ezt nem tudják, hát azok, akik rossz állapotúak. Tehát rossz állapotúak. Ha létezik egy rossz állapotú ember, akkor annak a gondolkodása sem helyes. Tehát, hanem helytelen. Tehát, hogyha mondjuk egy szigeten olyan emberek élnek, akik lepusztítják, tönkreteszik a szigetüket, akkor azok rossz állapotúak. Alacsony rezgésűek, az alacsony rezgés az hat a, mint energia, az ott lévő energiákra, és létrejön belőle magából a gondolkodásból egy olyan fajta természeti katasztrófa, ami által nagyon sok ember, aki ott él, meghal, aki mondjuk a kisebbséghez tartozott, és nem ez a pusztító, rossz állapotú emberekhez tartozott, azok éppen nem is voltak a szigeten, tehát gyakorlatilag, vagy éppen ha voltak, akkor túlélték magát az eseményt, és nagyon sok árva gyerek maradt meg. Ugye miért? Mert még valamilyen szinten a gyerekek azok, mondhatjuk azt, hogy még változóképesek és ártatlanabbak. Hát attól függ, hogy mennyire szúrják el. Én ismerek olyan gyerekeket, akik nagyon jó képességekkel születtek, és hát elég hülye szülőket kaptak, tehát mit jelent az, hogy hülye, hogy tudatlan. És a lényeg az, hogy olyan formában elrontották a gyereküket, hogy már mit tudom én, már 5 évesen már van rontva. Érted? Tehát hiába születik le mondjuk egy jó képességű ember, és sőt jobb képességekkel születnek a mostani gyerekek, mint Danában, Hajdan, mégis, hogyha ugye a szülők tudatlanok, akkor nagyon el tudják rontani a gyereket. És nagyon hamar el tudják rontani, tehát nem kell megvárni még azt se, hogy iskolás legyen. Ugye, mit mondjam, ha szeretnétek, akár mondhatok példákat is, hát ugye nem konkrétat, csak ugye általános példákat, hogy például mit tudom, azt csinálják, hogy a gyereknek megadnak mindent. Illetve a gyerek azt csinál, amit akar, sőt a gyerektől megkérdezik, hogy mit akar. És amit akar, az történik a családban. Szóval igazából nem a szülő irányítja a gyereket, hanem a gyerek irányítja a szülőt.
És onnantól kezdve nyilvánvaló, például nem állítják meg azt, hogy nehéz tízzen, és tehát gyakorlatilag azt, amit akar a gyerek csinálni, ezt a szülei rájuk, ráhagyják a gyerekre. Na most egy ilyenfajta neveltetéssel pár év alatt el lehet azt érni, hogy egy értelmes gyerekből egy, hát szó szerint mondjuk egy hülye gyerek legyen. Tehát, de az nem a gyerek kérdése, hanem ez a sajnos a szülő kérdése. És ahol tömegesen kezdenek el ilyen tudatlan módon élni emberek, és hagyják azt, hogy manipulálják őket negatív irányba, ugye ennek a manipulációnak mindig az a lényege, hogy az emberek rossz állapotba kerüljenek, mert ha nem kerülnek rossz állapotba, akkor nem tudják őket manipulálni. Egy jó állapotú ember csak drogokkal manipulálható. Tehát a drogokat adnak nekik, utána tudják manipulálni, illetve hipnotizálni. Oké? Tehát ugye egy embert simán lehet, ha rossz állapotú, hipnotizálni. Simán. Egy jó állapotú embert nem lehet hipnotizálni, csak ha beadnak neki drogot. Tehát ugye, hogy az emberek azt csinálják, amit bizonyos hatalmi elit akar, akkor ehhez el kell vinni az emberek hangulatát. Ahhoz, hogy elmondjon az emberek hangulata, problémákat kell előidézni, és lenni az emberek hangulata, utána azt csinálnak velük, amit akarnak, akkor az emberek már elkezdenek nem jól működni, nem jól gondolkodni, hogyha ez a tartós, ez az alacsony hangulat, és azáltal, ha már nem jól működnek, akkor kihat teljes egészében ugye a saját energiáikra, és a környezeti energiáira. Akkor mondok példát, hogy Magyarországon még egy kicsit rosszabbul gondolkodunk, még egy kicsit rosszabb lesz a hangulatunk, így lakosság szinten, nem Magyarország, bocsánat, Kárpát-medence, jó, maradjunk Kárpát-medencében, mert ugye ez egy medence. Hát még egy kicsit nem kell sok hozzá, hogy egy kicsit rosszabbul működjünk, egy kicsit még alacsonyabb hangulatban legyünk, még inkább erkölcstelenek legyünk, még inkább tisztességtelenek, még inkább becstelenek, mert ugye az erkölcsből indul ki az egész, illetve az erkölcstelenségből. Még ezt ugye csinálják, és akkor utána elérjük azt a saját gondolkodásunkkal, hogy hirtelen megárad minden víz, amit létezik a medencébe, az összes folyó, és kúszkálhatunk. Oké, és elmos mindent. Nem medencébe vagyunk. És nem fogunk tudni csinálni semmit. Oké? És túlélik majd azok, akik normálisan képesek gondolkodni. Oké, ezt csak azért mondom, mert ez ennyi. Ez így működik. És a világon mindenütt, ahol katasztrófák voltak, valaha is mindig így működött. Ugye az ottani lévő emberek gondolkodását meg kell nézni, a többség gondolkodását, és a többség gondolkodása létrehozza magát a negatív energiát, érted? És a negatív energia az megjelenik katasztrófa formájában. Tehát koncentrálódik a negatív energia a gondolataink által, és megjelenik katasztrófa formában. Hát ezért van az, hogy például egy jó állapotú ember, egy jó hangulatú, jó állapotú, az útján lévő ember nem ér baleset, nem lesz beteg, nincsenek család és nincsenek anyagi problémái. Akkor ezzel szemben nézz meg egy olyan ember, aki nem jó állapotú, időnként vagy rendszeresen beteg, könnyen érjött baleset, nagyon könnyen lesznek család és anyagi problémái. Így működik. Jó, és ha tömegesen az emberek rosszul működnek, akkor most mondok példát, jó? Mit tudom én, mondjuk egy nép hosszú időn keresztül, mit tudom én, más népek rovására működik. És mondjuk egy szigeten van az a nép, jellemzően. Na, akkor az a sziget előbb-utóbb el fog süllyedni.
Úgyhogy körülbelül az vár mondjuk Angliára. De csak úgy mondom, hogy tisztában legyetek vele, esetleg akik ott dolgoznak. Komolyan? Hát ugye megnézzük, a legtöbb embert a Földön az angolok írtották ki. Tehát egyetlen egy más nép nincs, amely annyi embert írtott ki, mint az angol. Na most ugye azt nem gondolja valaki komolyan, hogy ennek nem lesz következménye. Jó, tehát semmi nem, nincs véletlenül. És ma megnézed, az angol nyelvterület még mindig a legnagyobb manipulátor a világban. Még mindig. Pedig már lélekszámban nem az angol a domináns faj. És mégis, mint manipuláció, a leginkább angol nyelvterületről származik a manipuláció. Még jelenleg is. Most mondhatni, hogy a világ urai azok elsősorban angol nyelvterületről valók, illetve mondjuk úgy mondanám, hogy germán nyelvterületről valók. Mert ugye az angol is egy a germán nyelvterület része. Tehát a germán család. És akkor úgy lehetne nézni tovább, hogy mit tudom én mondjuk a... Melyit írtottak ki mondjuk a németek? Meg stb. Stb. Franciák, ugye belgák, hollandok, hát az összes, amelyek meg gyarmata volt. Oké? Okay. Spanyolok, így van. Jó, tehát, hát ugye Amerika az nem nép, mert az nem nép, csak próbálok belőle valami népet kovácsolni. Mert az népek közössége gyakorlatilag, ez körülbelül Amerika olyan, mint az Unió. Hát az nem egy nép. Így van, hát ez nem nép. Tehát olyan, hogy mit tudom én, azt mondanák, hogy valaki, mit tudom én, amerikai az igazából, most mi, és akkor meg kellett kérdezni, most milyen amerikai, francia-amerikai, vagy német-amerikai, vagy angol-amerikai, vagy milyen amerikai, vagy spanyol-amerikai, vagy milyen. Ugyanúgy, ha valaki azt mondják, hogy az EU-ból jött, akkor onnan jött Magyarország, magyar, EU-s, vagy osztrák, vagy német, vagy dán, vagy milyen. Nem? Tehát ez ugye nem egyértelmű, tehát olyan, hogy Amerika olyan nincs, de magyar olyan van, meg olyan is van, hogy szlovák, meg olyan is van, hogy román, érted? Tehát ilyenek vannak. Tehát a lényeg az, hogy semmi nincs következmények nélkül. És akkor itt a következő években várható, azt számíthatok rá, hogy itt komoly olyan események történnek majd, ami hát egy kicsit rendet teremt itt a bolygón. Olyan értelemben, hogy ilyen természet feletti rendet teremtésre gondoljatok. Tehát nem ember által létrehozott rendteremtés, nem, annak mindig diktatúra a következménye, hanem ilyen természet feletti rendteremtés. Hát ha jobban megnézzünk, ránk is fér. Tehát ezt kell mondani. Nem csak ránk, hanem ugye a világra, a bolygóra. Tehát rá is fér. És akkor onnantól kezdve lehet nézni azt a dolgot, és akkor mi lesz minden dolognak a következménye. És most ez nem félelem, ez tudom, hogy így lesz. Tehát ugye az a félelemkeltés, hogyha például azt mondják, hogy tehát olyan dologról beszélnek, aminek kicsi az esélye. Érted? Tehát itt tudom én mondjuk azt mondják, hogy nem menj ki augusztus 20-án mondjuk tűzijátékot nézni, mert mit tudom én, valami bajod lesz. Na hát annak nem sok esélye van. Vagy utána az ijesztgetés, amikor avval ijesztgetik az embereket, hogy mit tudom én, leszakítják a nyakláncot a nyakából. Mi az esély? Vagy hogy betörnek a lakásodba. Mi az esély rá? Tehát igen kicsi az esély rá, hogy megtörténjenek ezek a dolgok. De az, hogy az emberek negatívan gondolkodnak, és ezáltal létrehozzuk a magát, a negatív energiát a bolygón, és annak következményei lesznek, ez egyáltalán kiszámítható.
és nem, mit tudom, 1% esélyed van rá, hanem mondjuk, hogyha az emberek tömegesen nem kezdenek el másként, pozitívabban gondolkodni, akkor ez lesz. Na most annak meg, hogy az emberek maguktól elkezdenek pozitívabban gondolkodni, ugyan meséltek már el nekem, hogy gondoljátok végig, mekkora esély van rá. 0%. Tehát 0%. Tehát maguktól az emberek nem fognak elkezdeni másként gondolkodni. Ha a hatás éri őket, akkor külső hatás, akkor elkezdenek másként gondolkodni. Tehát most ugye megnézzük, amilyen világban élünk, tehát gyakorlatilag az emberek úgy élnek, hogy kívülről keresik a boldogulást. Tehát kívülről keresik a boldogságot. Tehát az emberekkel elhitették azt, hogy a boldogság érzet ez kívülről fakad. Miért nem így van? Hát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, vásárlás, nem? És akkor azt gondolja, hogy akkor boldog. Nyaralás, és akkor azt gondolja, hogy boldog, nem? Mit tudom én, már nem úgy működik a párkapcsolat, akkor új párkapcsolat, nem? És akkor úgy gondolja, hogy majd attól boldog lesz. Satöbbi, satöbbi, és akkor lehetne ezt így sorolgatni tovább. De hát ez mind külső dolog. Tehát még gondolj bele, valakinek van egy párja, és azt gondolja, hogy akkor lesz boldog, hogyha lesz neki egy másik. Hát az milyen, hát mennyi, tehát igazából azt is mondhatnánk, mennyibe kerül. És nem csak anyagi szempontból nézve. Tehát mit okoz vele az ember? Tehát ugye egy olyan társadalomban élünk, ahol nem megjavítanak dolgokat, hanem kicserélnek, nem? Tehát mindent úgy hoznak létre, az összes műszaki dolog arról szól, hogy ne javítgassák, hanem cseréljék, nem? Na most ez rávetődik az emberi életre is. Tehát, hogyha egy kapcsolat nem úgy működik, akkor cseréljük le, nem? De nem ez a megoldás. Hát nem ez a megoldás. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen úgy élnek az emberek, hogy kívülről keresik a boldogságot. De a boldogság tudod honnan fakad? Hát nem kívülről, belülről. Hát ott kezdődik, hogy önmagaddal kapcsolatban milyen harmóniát vagy képes teremteni. Érted? Önmagaddal kapcsolatban. Akkor mennyire vagy kiegyensúlyozott? Belül, nem kívül, belül. Érted? Akkor mennyire vagy kép, mennyire hiszel magadban? Mennyire hiszel magadban? Mert ott kezdődik, ha nem hiszel magadban, akkor a teremtő képességed az akár nullára leeshet. Ha hiszel magadban, és minél jobban hiszel magadban, a teremtő képességed annál magasabb szintre tud jutni. Na most, ha egy ember nem teremt, akkor nem tud boldog lenni. Hát most gondolj bele, a békét elsősorban magadban kell megteremteni. És ha magadban megteremted a békét, akkor békességbe tudsz élni más emberekkel. De egy ember még arra se képes, hogy magában megteremtse a békét, akkor mit akar kifelé? Hát a legjobban kéznél önmagad van, nem? De a legjobban kéznél nincs semmi, mint saját magad. Nem? Hát minden belőle indul ki. Te az emberek kívülről keresik a boldogságot, és hogy ad boldogság, ha nincs benne önmagában béke? Érted? Tehát még arra se képes, hogy magába békét teremtsen, saját magába. Na akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Az emberek azt szeretnék, hogy szeressék őket, nem? Mert ugye a boldogságnak a feltétele, hogy szeressék az emberek egymást. Hát de a szeretetet magunkban meg kell teremteni. Hát egy ember nem képes arra, hogy önmagában megteremtse a szeretetet. Akkor mit vár kívülről? Hogy lesz boldog?
Hát egy ember arra se képes, hogy önmagában szeretetet teremtsen. Akkor mit akar? Hogy akar boldog lenni? Tehát így kezdődik a teremtés, hogy magadban miket teremtesz. Tehát ott kezdődik, például vannak olyan emberek, akiknek nagy gondjaik vannak a harmóniával. Aha, és mennyire vagy harmóniában magaddal? Tehát meg tudod magadban teremteni saját magadban a harmóniát. Megint ugyanerről szó. Magadban kell először megteremteni a harmóniát, hogy kifelé képes legyen létrehozni a harmóniát. Ha most ki nem működik. Világos ez? És akkor az emberek külső körülményekből próbálnak boldogságot teremteni. De az nem teremtés, hogy azt mondod, hogy hát most van pénzem, ezért tudom finanszírozni az úti költséget, meg tudom finanszírozni a szállást, és akkor milyen jól el leszek. Aha. De a legtöbb, ami neked van, ez nem egy szállodában lesz, hanem otthon van. Érted? Tehát egy szállodában nem tudod azt megteremteni, ami neked otthon van. Akármennyit fizethetsz mondjuk egy hétért több millió forintot is. A vagyonod, ha van otthon, tehát van tulajdonod, akkor is több, mint amit ott kifizettél a szállodába. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb, ami otthon van számodra, az otthon van. És az emberek kívül keresik. És közben kihányják a pénzt az ablakon. Nem? Miért nem ezt csinálja? Főleg most, ha néz körül. Üres az utca. Nem? Alig jár autó. Úgy lehet közlekedni, mint ha éjszaka lenne. Mint ha mondjuk egy óra lenne körülbelül éjszaka. Körülbelül annyi autó van az utakon. Itt Budapesten. Hát ki lehet a város? Az összes szálloda, ami létezik, szállás, mint tele van. Éppen mondom a nevemnek, hogy hát legalább a szomszédomnak van annyi esze, nyugdíjasok, hogy legalább nyugdíjasként nem ebben az időben mennek el nyerelni, mikor egymásba lóg az embereknek a gumibotjuk. Hát én nagyon sokszor voltam nyaralni régen, mostanában nem szoktunk menni, már 10 éve. De előtte rengeteget voltunk, hát én is a fogyasztói társadalomból származom, tehát semmi gond. Tehát én is átéltem azt, amit most élnek át az emberek, érted? Csak rájöttem arra, hogy ez nem megoldás. Tehát amit az emberek, ahogy most élnek az emberek, azt mi megéltük 10 évekkel, meg 20 évekkel ezelőtt, érted? Tehát ezért tudom, hogy mi a különbség aközt, ami volt, meg aközt, ami van. És azt látom, hogy most úgy élnek az emberek, hogy mi éltünk régen, érted? De mi például azt csináltuk, hogy egyszer kipróbáltuk azt, hogy milyen az, amikor szezonban mész el valahova. És amikor mit a helyünk, tudod? Amikor ott fekszik körülötted valaki, mondjuk már napozik valami vízparton, és érzed a szagát. Hát kurva jó, bocs! Aha. És akkor, mit tudom én, este, vagy mikor sétálsz az utcán, érted? Akkor egymást érik az emberek. Hát, egyszer csináltuk meg ezt. Többet nem. De többet mindig olyankor mentünk, amikor nem mentek az emberek általában, és nem volt szezon, tudod? És gondoltok, ez kényelmes volt. Mit tudom én, kifeküdtünk a tengerpartra, akkor nem éreztük a szomszéd szagát. Érted? Meg ha sétáltunk, akkor nem kellett állandóan így menni, hogy elférünk egymás mellett, érted? De úgy látszik, az emberek ezt tényleg szeretik. Hát legalább úgy szeretnék, ahogy mi, hogy van értelme, hogy együtt vagyunk, nem? Tehát az emberek kívülről keresik a boldogságot. Tehát ott kellene kezdődni, hogy magadban tehát mit tudsz teremteni. Nem?
Tehát magadban, hát az ember kifelé nehezebben teremt, mint magában, nem? Hát ott kezdődik a dolog például, hogy mondjuk a szeretet teremtésével kapcsolatban. Mérlegelted már, hogy mennyire vagy képes szeretni? Végig gondoltad már ezt? Hogy te, mint ember, mennyire vagy képes szeretni? Ott kezdődik először, hogy magadat és másokat. Tehát először ugye magadat és másokat. Mennyire vagy képes szeretni? Nem önimádatról beszélek, tudod? Ez az egóból származó önimádat, már erről van szó. Van pedig azt mondod, hogy mennyi hibát követtem el az életemben már, ha mit szeressek magamon? Aha, akkor ez nem valami érdek. Tehát akkor kifelé is így működik? Érdekből tehát szeretsz embereket? Vagy hogy van ez? Tehát érdekből szereted magadat? Vagy hogy van ez? Hát talán nem érdekből kellene szeretni, nem? Tehát most az tök mindegy, hogy mit műveltél, vagy mit nem műveltél az életedben, nem? Nem ez a lényeg. Hát a szeretetnek önzetlennek kellene lenni. És nem érdekből kellene működnie. Nem? Tehát végig kellene egy kicsit gondolni azt, hogy nálad ez a szeretet kérdés, az hogy működik. Tehát mennyire vagy képes szeretni önmagadat és másokat. Tehát mondjuk úgy, hogy az embereket beleértve természetesen elsősorban magad. Tehát és ezt mondom még egyszer, nem annak függvénye, hogy mire voltál eddig képes, vagy mire leszel képes, teljesen mindegy. Mert ott kezdődik a dolog, hogy a szeretet az milyen energia. Pozitív, nem? Hát a szeretetre nem lehet azt mondani, hogy negatív energia, nem? Na most, tehát, ha benned van egy megfelelő mennyiségű szeretet, akkor onnantól kezdve az pozitív energia, nem? Akkor egy jó nagy adag pozitív energia van benned. Na most ahhoz, hogy pozitív eredményeket érj el a világban, pozitív energiára van szükség, nem? De az, hogy jó nagy, tehát hogy komoly pozitív eredményeket elérj, hát ha nincs benned elég pozitív energia, akkor gyakorlatilag komoly pozitív eredményeket elérni? Sehogy. Akarni lehet, csak nem fog összejönni. Tehát ott kezdődik az a dolog, hogy te milyen eredményt fogsz elérni, milyen pozitív eredményeket fogsz elérni az életben, ott kezdődik, hogy benned mennyi pozitív energia van. Itt kezdődik. És mit ezek a pozitív energiák? Például a szeretet energia, nem? Például a harmónia, nem? Nem így van. Tehát az ember el akar érni eredményeket, akkor nyilvánvaló, hogy ha magával kell kezdeni. Hát ki kellene elemezni, hogy mi van bennem? Ha honnan tudod, mi van benned? Hát nézd meg! Kontrolláld egy kicsit a gondolataidat. Hát a gondolataid ilyenek, pozitívak, negatívak, vagy vannak ilyenek is, olyanok is, akkor nézzük meg, vagy nézed meg, hogy milyen arányban vannak jelen. És akkor ebből fogod szépen látni, hogy hogy állsz ezzel a pozitív energia kérdéssel. Hát persze, működik az is, hogy az ember nem eléggé pozitív energiával rendelkezik belül, és akkor mik lesznek a végeredmények? Hát nem eléggé pozitív. Hát körülbelül, ami bent, az kint. Érted? Tehát ami benned van, az mutatkozik kifele a végeredmények tekintetében is. Tehát ha azt akarod, hogy a végeredmények olyanok legyenek, amit szeretnél, akkor magadba kell először nézni. Hogy a benned lévő gondolatok tükrözik a benned lévő energiákat. És ugye szeretet, harmónia, mi volt a harmadik?
Belül. Hármat mondtam. Szeretet és harmóniát. Nem mondtam harmadikat? Béke. Mondom, hogy mondtam. Azzal kezdtem a békével. Hát persze. Köszönöm. Ugyan, hogy voltam. Három. Hát hogy ne? Hát ott kezdődik a legfontosabb, a béke. Hát nem tud szeretetet létrehozni, ha nincs magadban béke. Nem lehet, hogy békével kezdtem az elsőt. Hogy akarsz harmóniát, ha nincs béke? Hát az első és legfontosabb, mert innen indul ki minden, hogy béke legyen magadban. Békét tud magadban teremteni. Ne békétlenség legyen. A békétlenséggel hova mész? Hova jutsz? Sehova. Érted? A hitet azt meg kell szerezni. A hit az kívülről jön. Ez nem belülről jön. Tehát olyannak kell először foglalkozni, ami belül van. Tehát ami tőled függ. Ami teljes egészében tőled függ. De az, hogy milyen béke van benned, az kitől függ? Csak tőled. Nem így van? Az, hogy mekkora szeretet van benned, az kitől függ? Csak tőled függ. Hogy tudsz önmagaddal kapcsolatban belső harmóniát létrehozni, az kitől függ? Hát csak tőled. Hát ugye a harmónia sugárzik valakiből, akkor azért, mert benne van a harmónia. Érted? És ez onnan indul ki az egész, hogy béke. Béke. Nem kívülről, bent. Belső béke. Oké? Tehát tessék magadba nézni. Tehát nézd magadba. Hogy állsz ezekben a kérdésekben? Hogy állsz a békétlenséggel? Én szoktam figyelni embereket, kicsit rosszabb, tehát nem is azt mondom, hogy rosszabb, hanem kicsit valami nem úgy történik, ahogy ők szeretnék, már is békétlenség van benne. Miért nem így van? Nézzetek körül. Kicsit valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné. Vagy mondjuk a másik nem úgy reagál, ahogy ő elvárná. Már is létrejön benne a békétlenség, már is megnyilvánul benne a békétlenség. Hát gondolj bele, milyen egyszerű lenne a dolog, mielőtt reagálnál, csak azt a szót mondanád magadból, hogy béke. Valakinek megy a Skype-ja, a Jumuska, a hangot vedd le, légy szíves, köszi. Jumuska, vedd le a hangot. Köszönöm. Jó, tehát mondom, gondold végig, mi le tudnám megcsinálni azt, hogy mondjuk azt mondtad, béke. Jó, az már képzés, úgyhogy jöjjünk vissza egy kicsit. Mert a képzés az nem ide tartozik. Hanem melyik része? Hát a következővel. Jó, úgyis most olyan témáról van szó, hogy hogy kell a szenvedélyekről leszokni. Nagyon kevés olyan embert ismerek, akinek nincs valami szenvedélye. Na, a többségnek van. Nem megnézitek. A többségnek van valami szenvedélye. Sajnos egy ilyen világban élünk már. Na most ugye, majd mondom a képzésen is, de így előzetesként. Miért alakul ki egy szenvedély? Hiány. Pótlás. Pótcselekvés? Azt akartam mondani? Igen. De pótcselekvés, akkor miért alakul ki? Nyugtalanság van bennem. Hát akkor nincs benne béke. A békétlenség. Békétlenség van benne. De igazából azt mondanám, hogy a teremtés hiánya. Tehát megnézed, az összes szenvedély mögött teremtés hiány van. Tehát az illető azért nem boldog, mert nem teremt. Érted? És ezért kell neki pótcselekvés. Mert nem boldog.
De miért nem boldog az ember, mert nem teremt. Tehát az nem teremtés, hogy mondjuk egy munkahelyen dolgozik, aztán megkapja a bankszámlájára a lóvét. Tehát az nem teremtés. De már elég kevés olyan munkahely van, ahol mondjuk borítékba odaadják a fizetést. És akkor esetleg még meg is köszönik a munkáját. Nem ez a jellemző. Hanem az a jellemző, hogy megy bankszámlára a lóvé, ez kész. Jó, tehát hol a teremtés? Nincs megköszönés, nincs elismerés, nem? Az ember teszi a dolgát, senki nem köszöni meg, nem ismeri el. Erről beszéltem szerdán. De lehet, hogy a klubban, nem? Nem, rendes. A rendes előadásba? Nem baj, belefér az ebbe is. Tehát nincs teremtés. Tehát a teremtés hiánya miatt az emberek kódcselekvést csinálnak. Tehát ugye mi a teremtés? Az, hogy értelmes dolgot csinál az ember. Mi az, hogy értelmes dolog? Más javát szolgáló. Tehát mindig az az értelmes, ami mások javát szolgálja. Nem más, mások javát szolgálja. Tehát lehetőleg minél több ember javát szolgálja. Tehát minél több ember javát szolgálja valamit, amit csinálsz, annál jobban fogod magad érezni a bőrödben. Ez így működik. Na most, és ez nem így működik az embereknél. Hát nem így működik. És hiányzik a teremtés, és akkor kell valami boldogságpótcselekvés, ami ilyen látszat boldogságokat okoz. No tehát, itt van egy kérdés. Hát az emberek alapvetően nem ismerik sajnos, hogy mi emberek hogyan működünk. Tehát nem a szerveink működését kellene ismerni, hanem azt, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Tehát miért csinálunk időnként furcsaságokat? Miért reagálunk úgy, hogy nem kellene, vagy más miért reagál? Úgy, ahogy nem kellene. Tehát ugye nem csak rólunk szól a történet, hanem általánosan az emberekről. Tehát most gondolj bele, milyen jó lenne egy olyan emberi működés, hogy bárkinek, akivel kapcsolatba kerülsz, értenéd, hogy miért teszi azt, amit tesz. Mondod végig. Tehát melyik a jobb? Ha nem tudod, hogy miért teszi azt, amit tesz, vagy tesz valamit, és tudod, hogy miért tette. Hát gondold végig, amikor az ember konfliktusba kerül valakivel, mindig azért van konfliktus, mert nem értjük, hogy ő miért csinálja azt, amit csinál. Mindig. És ez emiatt a meg nem értés miatt fölkapjuk a vizet. Nem? És akkor ez van valamilyen módon a fejünkben, hogy hát itt miért nem ilyen, vagy miért nem olyan, vagy miért nem ezt csinálja, vagy miért nem azt. És ez a meg nem értés miatt lesz egy konfliktus, hogy ő se érti, hogy mi miért csináljuk azt, és mi se értjük, hogy ő miért csinálja, és már kész is a konfliktus. Tehát éppen jöttem idefele, és pont ment a rádió, és ugye a zene szokott menni, de most csak a rádió ment, valamilyen formában. És ugye emlékeztek egy olyan együttes, hogy Hungária. És ugye annak a vezetője a Fenyő Miklós volt. És ennek a Hungáriában, ugye éppen interjú halanyok voltak, ő meg, itt tudom én, kicsoda, és... Kicsoda? Nem, hát az nem volt a Hungária része. Tehát a Hungária együttesnek egy másik prominens alakja is ott nyilatkozott. És ez a két személy, a Fenyő meg ez a Novai, vagy nem is tudom, hogy hívták azt hiszem. Novai Gábor, ha jól emlékszem, 11 évig nem szóltak egymáshoz.
És csak itt amíg nem részletezték, hogy miért nem szóltak egymáshoz. Ezért ugye nem is hozták létre addig a Hungáriát, amíg nem szóltak egymáshoz. Mármint úgy értve, hogy újból. És akkor azért nem szóltak egymáshoz, mert hogy kihívja fel a másikat. Érted? És akkor egyik se hívta a másikat, az végül már olyan, hogyha találkoztak, akkor se köszöntek egymásnak, érted? Aztán végül összehozták őket, és most megint rendben van a kapcsolat. De ezt csak azért mondom, hogy most gondolj bele, hogy miből kialakulhatnak hülyeségek. Milyen egyszerű dologban, hogy most ki hív föl kit. Hát nem tök mindegy, hogy ki hív kit. Hát persze, ez simán ego. Így van. Így van. Most jó rajta van a sor, és ha ő nem hív, akkor én se hívom. Hát de csak ezt tudom mondani, érte. Szóval, érte, tehát mennyire fontos, hogy az ember az valamilyen szinten ismerje az emberek működését. Ha egy ember ismeri az ember működését, akkor más emberekkel is könnyebben boldogul, mert egyszerűen azt mondja, hogy tudom, hogy miért működik így, és nem haragszom rá, érted? De megértem azt, hogy miért működik úgy, ahogy működik. Mert ha nem értjük meg, hogy miért működik úgy a másik személy, ahogy működik, akkor ilyenek lesznek belőle, mint 11 évig nem szólnak egymáshoz, érted? Most nézd meg, van, hogy úgy mennek szét kapcsolatok, hogy szeretik egymást, de gyakorlatilag elkommunikálnak egymás mellett, érted? Tehát pont olyankor próbálja az egyik szeretni a másikat, mikor nincs, nem vedül a másik rá, érted, és végül is azt előbb-utóbb szétmennek. Tehát az emberi működés az nem annyira bonyolult, hogy ne lehessen érteni. De mégiscsak tudás nélkül érthetetlen. Tehát az embernek nincs tudása. És valahogy ezt nem tanítják a módszereket az ember működésében. Általában. Tehát azt mondják, hogy milyen ne legyél, tudod. Vagy esetleg azt is, hogy milyen legyél. De hogy jusson el oda? Érted? Hát ezt nem mondják, azt valahogy nem tanítják. De, tehát nincs hozzá módszer. Az embernek különösen van egy alapvető működése, az, hogy egy jól alkalmazkodó lény, a környezetéhez jól alkalmazkodó lény. És ebből a tudásból, tehát ebből a tényéből kiindulva, hogy mi egy jól alkalmazkodó lények vagyunk, ugye ebből tudni kell azt, hogy mindig ahhoz a környezethez alkalmazkodunk, amiben vagyunk. És az elsősorban az a környezet, azok az emberek. Ezért van az, hogy azok az emberek, akik nincsenek emberek közt, mit tudom én, kiköltöznek mondjuk egy tanyára. Érted? És mit tudom én, egy házas pár mondjuk egy tanyán él, vagy vidéken mondjuk egy tudom én, farmon, vagy egy erdőben, ahol senki nincs. Hát egy idő után képtelenek lesznek arra, hogy emberekkel együtt legyenek, érted? Kommunikációban legyenek. Tehát mondhatni azt, hogy az ember úgy működik, hogyha nem közösségi lényként működik, akkor egy idő után elvadul. Szó szerint. Hát szó szerint. Tehát a többiekhez képest. Tehát hozzá alkalmazkodik a környezethez, és mivel a környezetben nincsenek emberek, ezért az emberek azok ő számára távoliak lesznek. Na most, ha mit tudom én, az ember elkezd barátkozni bűnözőkkel. Előbb-utóbb bűnözővé válik. Hold biztos. Érted? Ha elkezd barátkozni mondjuk olyan emberekkel, akik a társadalom alján vannak, mondjuk éppen nem bűnözők, de isznak, stb. Stb. Akkor ő is olyanná válik. Érted? Ha az embereknek, mit tudom én,
valaki olyan társaságban van, akiknek az a legfontosabb, hogy mit tudom én, igyanak, vagy éppen mindig bulizzanak, akkor ő is olyanná válik. Tehát az ember egy ilyen szuper alkalmazkodó lény. Tehát, hogy hozzá alkalmazkodik ahhoz a társasághoz, ahhoz a környezethez. És ha mondom, abban a környezetben nincsenek emberek, mely tanyán él, akkor gyakorlatilag a többihez képest akkor nem egy olyan lény lesz, aki jó kommunikációval fog rendelkezni az emberekkel. Tehát ahhoz, hogy az ember mondjuk jól tudjon emberekkel bánni, jól tudjon emberekkel kommunikálni, ahhoz kell a kommunikáció. Tehát anélkül nem megy. És ha valamit az ember meg akar oldani az életében, mondjuk akár az emberi bánásmódot, hát akkor az emberekkel foglalkozni kell. Tehát akkor nem kerülheti el az embereket. Nem? Hát ez ugyanolyan, mint ha meg akarom tanulni az autószerelését, akkor meg kell ismerkedni az autóval, az bele kell bújni az autóba. Nem? Tehát akkor azzal kell foglalkozni, amit az ember tudni akar, nem? Ha az emberekkel akarok jól bánni, akkor az emberekkel kell foglalkozni. Nem? Tehát, de valahogy nem, tehát azt tanítják, még egyszer mondom, hogy mit ne csinálj, vagy mit csinálj, de azt nem, hogy juss oda. Tehát hiába mondják el azt, hogy milyenné válj, ha te egy olyan környezetben vagy, amihez alkalmazkodsz. Érted? Tehát hiába mondják azt, hogy jól kell bánni az emberekkel, még hiába tanulod is valamilyen szinten, ha a környezeted mondjuk az alja a társadalomnak. Érted? Tehát mit mondok példát? Nekem egy olyan apám volt, aki alkoholista volt. És hát addig, míg volt egy barátja, addig állandóan pihált vele. És állandóan a barátja az hívta apámat, és hiába már én is megvoltam, meg ugye házas volt. Hát akkor is a barát az legalább annyira fontos volt, mint a családja. Érted? És ugye anyám elérte a nagymamámmal közösen, hogy költözzenek el onnan. És ezáltal elköltöztek a barát közelébe. És onnantól kezdve apunak már nem lett új ilyen ivócimbora. Érted? És elkezdett pozitív irányba megváltozni. Ezáltal. Kikerült abból a környezetből, amiben volt. Érted? De ha az ember él egy baráti társaság, akkor mondok másik példát, jó? Nekem is átlagos barátaim voltak. Érted? Mint a többi embernek. És ugye elkezdtem a PPA üzletet még 93-ban. Ugye előzménye volt 91-től, vannak meg előzménye volt 87-től. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem a PPA-t elkezdtem 93-tól. És ugye én behoztam a barátaimat a PPH-ba. És valahogy a barátaim azok úgy mégis kiváltak a PPH-ból. De én nem mentem velük. De onnantól kezdve nem barátaim. Érted? Milyen egyszerű. Tehát én utána is csináltam azt, hogy aki nem jött be a PPH-ba, az onnantól kezdve nem barátom. Hát nehogy már ő befolyásoljon engem, érted? Hát akkor már lesz innen barátom, hát ennyi. Ezt így gondoltam, és ez így is működött. Tehát ezért például, amikor mentünk nyaralni, már nem barátokkal, meg rokonokkal mentünk, hanem PPH-sokkal. Érted? Tehát én nekem ugye fontos volt az, hogy ne a környezetem befolyásoljon, hanem én befolyásoljam a környezetemet. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy megtartom ugyanazokat a ismerősöket, meg
kapcsolatokat, akik előtte volt, és azokkal vagyok, azokkal kommunikálok, akkor én is olyan vagyok, mint ők. Hát ez teljesen logikus. Gondold végig. Tehát hogy akar az ember jobbá válni, hogy ugyanazok a barátaik, ugyanazok a társaság? Hogy? Jó kérdés, nem? Hát ott van a mondás, hogy madara tolláról, ember barátjáról ismerni meg. Nem? Ó, hát én tudom, hogy sokan ugye azért abba a baráti körben van, mert nincs más kör egyelőre. És abba a baráti körben téged elismernek. Mert abban a baráti körben lehet, hogy felnéznek rád. Aha. És mire mész vele? Persze, jól érzed magad abban a baráti körben. Milyen jó velük mondjuk együtt inni. Jó, de szuper dolog együtt inni emberekkel. Nagy élmény. Szóval, lényeg az, hogy ennyi azért vannak nagyobb élmények is. Jó, tehát, hát gondolj bele, egy olyan világban élünk, ahol elértek egy ilyen furcsa működést, érted? Tehát nézd meg, mit tudom én mondjuk a környezetedben lévő, azok az emberek, akikkel legtöbbet együtt vagy, most ne TPA-k sokat nézzük, hanem a többieket. Azok milyen életet élnek? Ami azt jelenti, hogy ha az a társaságod, az a baráti köröd, akkor te is olyan életet élsz. És az a cél, tuti? Mire jutottak avval a fajta működéssel azok az emberek? Mit teremtenek az életükben? Például, hogyha meghalnak, mit írnak fel a sírfeliratra utánuk? Szokványos, mi? Mit tudom, nem felejtünk, kész. Meg mit tudom, ilyen szokványos dolgot. Nem? Vagy ha most meghalnának, mit írnának föl? Mit tudom, írnák vajon olyat, hogy rengeteg ember életét megváltoztatta? Vagy mit tudom, ilyesmit? Pozitív irányba. Azok most mondott valamit. Érted? Hát de mit írnának föl? Békeporaira. Igen. Szóval nem valami olyan kellene, amire az ember önmaga is büszke lenne, nem? De nem az a fontos, hanem hogy mennyire vagy büszke te valamire, hanem hogy arra, amit létrehozol mások. Hogy értékelik, így van. De ez a fontos. De most egy festő csinál gyönyörű festményeket, és csak ő gyönyörkedik benne, sokra megy vele, nem? És akkor ott áll és néz, és milyen gyönyörű festményt tudok csinálni. Hát én milyen szuper ügyes vagyok. Nem? Hát nem is az a lényeg, hogy jó, hát most nem tudom, hogy mondjuk nagy vagyona van, és valamit vásárolni a kaját. De akkor mi értelme, érted? Mi értelme annak, amit fest? Hát nem az lenne az értelme, hogy festett egy gyönyörű festményt, és minél többen lássák. És minél többen gyönyörködjenek benne? Nem. És akkor azt látja, hogy ott mennek végig sorba az emberek, és gyönyörködnek a festményébe. Még ha akár nem is mondják azt, hogy ó, de ügyes voltál, azt ott veregetik a vállát. De abból, hogy látják, hogy vagy látja, hogy ott nézegetik, és tetszik a festmény, érted? Ha nem így van valaminek értelme, ha mások javát szolgáljuk vele? Hát most gondolj bele, mit tudom én, a világon az a tudás, ami létezik, annak a töredékét ismeri a legtöbb ember. Most nem a műszaki használatra gondol, hanem a következő dologra, az élet működésére. Tehát az ember és az élet működésére egyben. Olyan mennyiségű tudás van, hogy azt mondhatom, hogy a mostani emberiség közel nem tudja,
közel nem rendelkezik azzal a tudással, amivel mondjuk 5000 évvel ezelőtt rendelkeztek az emberek. És most nem a barlangrakóra gondolj, hanem akik 5000 évvel városokban éltek. Meg rendes, és olyan építményeket építettek mondjuk 5000 évvel ezelőtt, amit most nem tudnak megépíteni. Érted? És akkor gyakorlatilag olyan tudással rendelkeztek emberek, amivel most híre honnan nincs az embereknek az a tudása. De gondold végig, akkor az a tudás az nem létezik? Hát ne létezne, csak az emberek elől el van titkolva. Miért? Hát azért van eltitkolva, hogy tudatlanságban tartsák a népet. Hát a legnagyobb befolyást akkor bírnak emberekre, hogyha az embereket tudatlanságba tartják. Tehát egy tudatlan ember azt hiszi, hogy ő nem képes semmire. És onnantól kezdve rászorul másokra. És akkor lehet működtetni ilyen szolgaként az illetőt. Hát ugye kiből lesznek a legjobb szolgák? Hát a legtudatlanabbakból. Ez egyértelmű. Ugye az lenne a legjobb, még ha az emberek írástudatlanok lennének. Mert akkor ezt még jobban lehet őket befolyásolni. Ezért volt ugye ezer éveken keresztül, hogy írástudatlanságba tartották őket. Hogy szolgaként működhessenek. De most gondolj bele, mennyire lenne fontos, hogy tényleg legyen az embernek tudása. Tehát mennyire lenne fontos, hogy átadjuk az embereknek a tudást az ember és az élet működéséről. Vajon erre szükség lenne? És most nem technikai tudásról szól a történet, de nyilván az ember szellemi fejlettségével a technikai tudása is fejlődik. Ez nem kérdés. Hát honnan fejlődik? Hát ez úgy működik, ugye, hogy remélem ezzel nem mondok újat, hogyha valaki tudást szerez, akkor elkezd jobban működni az életben. Ha elkezd jobban működni az életben, akkor elkezd egyre kevesebb hibát véteni. Ha elkezd egyre kevesebb hibát véteni, akkor egyre kevesebb problémája lesz. Egyre kevesebb problémája lesz, egyre jobb állapotban tud lenni. És minél jobb állapotban van, mert ugye egyre kevesebb és kevesebb problémát hoz létre, és egyre többet és többet teremt, annál jobban kap információt fentől, annál inkább kap információt olyan forrásból, amire képtelen volt előtte, hogy kapjon abból a forrásból információt. És akkor mit tudom én, rossz állapotban még képtelen volt arra, hogy mondjuk egy távirányított kezeljen, jó állapotban meg simán kezeli a távirányított magától, úgyhogy nem tanította rá senki. Ugye a gyerekek miért képesek erre? Ebből a megfontolásból, pont ezért. Mert jó állapotban van még a gyerek, és megkapja az információt, hogy hogy kell kezelni a távirányított. De nem tanulta senki. De nem tanította neki senki. Hát ez nem csak a gyerek képes, hát ugye a felnőtt is képes. Tehát a te teremtő képességed, az függvénye attól, hogy milyen állapotban vagy. Érted? Tehát, hogy képes vagy arra, hogy javíts ezen az állapoton. Na most az állapot javítás egy olyan környezetben, amiben az emberek vannak, hagyományos környezetre, gondolok, nem lehetséges. Tehát nem lehetséges. Mert ez a környezet visszahúz arra a szintre, amin tartott eddig. Érted? De a PPH ez egy más környezet. Tehát itt olyan emberek vannak, akik a fejlődésen indultak el. Tehát elindultak egy szellemi fejlődésen. És mindenki valamilyen szellemi fejlődési úton tartózkodik.
Ezért például nem is olyan embereket keresünk, akiknek valamilyen problémájuk van, hanem olyan embereket keresünk, akik szellemileg fejlődni akarnak. Persze lesz, aki gyorsabban akar szellemileg fejlődni, lesz, aki lassabban fog. Teljesen mindegy, mindenkinek a saját dolga a szellemi fejlődés. De egy olyan terület, ami én azt látom, és több dolgot csináltam életemben, hogy ez a világon az egyik legszebb terület. Tehát én ennél szebb területtel én még nem találkoztam. És akkor megnézzük, ugye, hogy kiindulva az elejéből, hogy mi hozzuk létre a saját katasztrófáinkat, a gondolatainkkal. Akkor, ha erre képesek vagyunk, ha gondolatainkkal létrehozunk katasztrófát, akkor arra is képesek vagyunk, hogy létrehozunk mondjuk egy olyan társadalmat, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, nem? Hát az ellentétére is képesek lennénk. Nem így van. Hát az emberek megteremtenék magukban a békét, létrehoznák, megteremtenék magukban a szeretetet, és utána a harmóniát is, akkor az emberek képesek lennének szeretetben, békében egymással élni. Érted? De az nem megy úgy, hogy hagyományos környezet. Az kell egy olyan környezet, ami ezen az alapon működik, és nem lehet azt megcsinálni, mint mondjuk a buddhisták megcsináltak. Tehát hozták a tudást, és akkor nem adták tovább, hanem egy szűk körben megtartották. És ezért jutottak oda, ahova jutottak, hogy gyakorlatilag Tibetet elfoglalták a kínaiak. Mert azóta kezdett el elterjedni a világban az a tudás, amit mondjuk a buddhisták tudtak. Tehát egy tudást azt nem lehet megtartani, és nem lehet egy zárt körben terjeszteni. Érted? A tudás az mindnyájunké. Ez az emberiségé, nem bizonyos szűk köré. Tehát a tudást el kell terjeszteni az emberek felé. És akkor valaki azt gondolja, de hát ugye mi nem adjuk ingyen a tudást? Hát arra ugye lehetne azt mondani, hogy Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték. Mert ami ingyen van, annak nincs értéke. Érted? Ezt kipróbáltuk. Ingyen adtunk dolgokat, és nincs értéke az emberek számára. Nincs becsülete. Így van. Így van. Tehát jó mondja a mondás, hogy valamit valamilyen. Tudod? Tehát ha valaki csak ingyen akar kapni valamit, akkor így működik. Érted? És azt úgy hívják, hogy tisztességtelen. Mert nem törekszik a tisztességes cserére. Tehát a tisztességes csere az azt jelenti, hogy adok, kapok. Nem kapok, adok. Adok, kapok. Tehát lényeg az, hogy az a fő célunk, hogy létrehozzuk az aranykort. Hát nem ez a fő célunk, mert a legfőbb célunk az ember folyamatos szellemi fejlődése. Illetve nem is az ember, hanem a lelkünk folyamatos lelki fejlődése. Tehát ez a fő cél. Az pedig túlnő az aranykor létén. Tehát az aranykor egy átmeneti állapot, így van, egy átmeneti működés, hát én ugye arra azt szokták mondani, hogy Isten országához. Tehát ugye ezt másként most hirtelen nem tudom kifejezni. Mert az aranykor az előszobája az Isten országának. És az időszak, hogy az aranykorba az kerülhet be, aki akar szeretetben, békében és boldogságban élni. És ehhez elkövet mindent, hogy ez így legyen. Mert az tőle függ, hogy képes-e szeretetben, békében és boldogságban élni, és nem mástól függ. Az nem külső körülmény, hanem ez tőle függ, hogy te az emberekkel akarsz-e és csinálod-e, teszed-e,
hogy szeretetben, boldogságban, békében élj velük. És ez nem úgy működik, mint ahogy sok ember mondja, majd hogyha szeretnek engem, akkor én is szeretem őket. Ez nem úgy működik. Hanem úgy, hogy magunkból kell kiindulni. Tehát nem másokat akarjunk megváltoztatni, hanem kezdjük magunkon a változást. Tehát minden belőle indul ki. Tehát, hogyha te magadban létrehozod a békét, létrehozod a szeretetet, létrehozod a harmóniát, ebben a közösségben, mert más esélye nem nagyon van, nincs is egyébként, ebben a közösségben létrehozod, és együtt megcsináljuk az aranykort, és utána megyünk Isten országába. Együtt. Oké? Okay. De az már nem ez a test, hanem egy sokkal hosszabb életű test. Jó, az aranykorban még ezek a testek fognak működni, de utána már nem. Tudod miért? Azért már van egy olyan működésünk, hogy van nekünk egy olyan elménk, amit nem tudsz kontrollálni. Ami ilyen önálló működésre képes. És amikor elkezdi ezt az önálló működést, akkor teljes befolyással bír a testedre. És hogy megtanuld azt, hogy kontrolláld ezt a fajta működést. Érted, hogy mert ha képes vagy magadon uralkodni, tehát képes vagy arra, hogy önmagad úgy cselekedjen, ahogy mindig adott helyzetben a legjobb, akkor képes leszel akkor is a legjobban cselekedni, amikor már nem ilyen tested lesz, aminek van egy ilyen fajta működése. Érted? És akkor ezen a testen tanuljuk meg azt, hogy igazából hogyan kontrolláljuk a működésünket. Érted? Tehát erre ez a test így végül is jó. És hát még arra is jó, hogy gondold bele, hogy van x évtized vagy éved hátra. Éved, évtized hátra. Hát az alatt kell eljutni arra a szintre, hogy képes legyél valamilyen szinten szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát ez egy kihívás is egyben. Hogy amennyi hátra van még az életedből, az alatt meg tud ezt csinálni. Oké? Okay? És ebben egyre jobb és jobb tudja lenni. Tehát vannak itt dolgok, feladatok, de egy jó dolog, mert történelmet írunk. Egy új történelmet. Tehát létrehozzuk az emberiség számára, együtt létrehozzuk az aranykort. Jó, és ebben nem fog mindenki beleférni. Ilyen egyszerű. Jó? Aki belefér, belefér, aki meg nem így járt. Ennyi. Most nem beszélek arról, hogy azokkal mi lesz, de hát ha valaki néz videóimat, akkor van benne ilyen rész. Köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk benneteket szeretettel, ugye a második részben. És természetesen a szervezetünkbe, és hozzuk létre közösen együtt az aranykat. Szeretek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!